Az utóbbi hetekben újabb a migránsok betelepítését célzó tervek jelentek meg az Európai Unió döntéshozatali szintjein, miközben az elhibázott bevándorláspolitika negatív hatásai soha nem voltak olyan szembetűnőek, mint az elmúlt időszakban. Ma már az is nyilvánvaló, hogy a migráció nem jelent megoldást Európa demográfiai problémáira, hiszen az elmúlt évek nagyarányú bevándorlási hulláma ellenére Európában csökkent a gyermekvállalási kedv, és egyre kevesebb gyermek születik, akik közül viszont egyre többen bevándorló hátterű szülők gyermekei. Európa részaránya a világ népességében egyre kisebb, míg 50 évvel ezelőtt még a föld népességének ötöde volt európai, mostanra már kevesebb, mint a tizede. És hogy erre miért nem a migráció jelenti a megoldás, és mi lehet a megoldás Európa demográfiai problémáira? Erről beszélgetünk vendégemmel, Fűrész Tündével, a Kopmári Intézet a népesedésért és a családokért egyesület elnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért gondolják azt az unió vezetői ön szerint, hogy minél több migráns betelepítése, illetve Európa egyfajta felhigítása az megoldást jelentett erre a demográfiai problémára, és akkor majd több gyermek születik, és megszűnik ez a gond? Miért gondolják ezt? Nagyon érdekes, hogy valószínűleg nagyon sok európai döntéshozó úgy gondolta, hogy ez egy könnyű, gyors megoldás, jönnek a illegális, vagy hát akár nem illegális, de jönnek a migránsok, és ezáltal a népességfogyás megállítható. És abban reménykedtek, szerintem, hogy ők majd több gyermeket is szülnek, a gyermekvállalási kedv is nőni fog, és ehhez képest azt látjuk, hogy ez a könnyűnek és gyorsnak ígérkező megoldás, ez nem hozta meg az eredményeit. Megvizsgáltuk az elmúlt napokban, hogy az Európai Unió Statisztikai Hivatal, az Eurostat milyen számokat mutat, 2010-hez képest hogyan változott a gyermekszületések száma, hogyan változott a gyermekvállalási kedvet mutató termékenység iráta, és azt tapasztaltuk, hogy alapvetően nincsen átütő eredménye tekintetben, sőt, Európában félmillióval kevesebb gyermek született 2010-hez képest, és azt is látjuk, hogy a gyermekvállalást jelző termékenység iráta is csökkent. Ugye ez az összkép az Európai Unióban, de hogyha megnézzük Magyarországot, vagy megnézzük a kelet-közép-európai országokat, akkor pedig azt látjuk, hogy nálunk a családpolitikának, a családok támogatásának köszönhetően éppen ellentétesek voltak a folyamatok. Tehát látjuk azt, hogy a könnyű és gyors megoldást ígérő migráció helyett a sokkal hosszabb, nehézkesebb, több pénzt felemésztő családpolitika hosszú távon mégiscsak eredményesebb. Ugye azért, hogyha elnéztük a Franciaországból jövő képeket, és láttuk azt az elképesztő erőszak hullámot, amit ennek a francia fiatal bűnözőnek a lelövése és az azt követő erőszak hullám keltett, hogy azt az elképesztő elemi erejű felháborodást, ami ezzel járt. Volt egy nagyon érdekes elemzés arról, hogy ezek a fiatalok, akik igazándiból folyamatosan Franciaországban autókat gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel, már mind francia állampolgárok, viszont kizárólag, vagy nagyon-nagyon nagy részt bevándorló hátterűek. És ezt a franciák is most már belátják, hogy ez hosszú távon egy idő után fenntarthatatlanná teszi a francia társadalmat. Erre mi lehet a megoldás ön szerint, hiszen egész Európát fenyegeti ez lassan? Így van, Demény Pál, a híres magyar demográfus mondta azt, hogy a bevándorlás az egy illúzió, csak egy ideiglenes orvosság, hiszen hosszú távon megváltoztatja a befogadó országnak a társadalmát, gazdaságát, kultúráját, és hát az etnikai összetételt is, amit ugye látunk most már. Tehát látható az, hogy számos problémát okoz az, hogy ilyen nagy arányú volt a bevándorlás Franciaországban. Egyébként, ha már Franciaországról van szó, akkor itt egyértelműen kimutatható, hogy Franciaországban a bevándorló hátterű családokban kétszer annyi gyermek születik, mint a őshonos francia családokban. Ugye Franciaország az az ország, ahol 2010-ben még 2 fölött volt a termékenység iráta, tehát a reprodukcióhoz elegendő volt ez a szám. Mostanra ott is egyébként ez 1,87-re csökkent, ha jól emlékszem. Tehát látjuk azt, hogy nagy arányú migráció, egyre több migráns hátterű családban születik egyre több gyermek, és mégis csökken a termékenység iráta ebben az országban. És közben Brüsszelben mégis azt mondják, hogy minél több migráns érkezik, az annál inkább üdvözlendő dolog, és minél inkább több illegális családegyesítést próbál meg az unió területén végrehajtani, az voltaképpen az uniót gazdagítja, és sokkal inkább elő kell segíteni és támogatni kell, mint tiltani vagy korlátozni. Visszafordítható ön szerint ez a folyamat?
Azt gondolom, hogy a magyar példa az mindenképpen egy jó példa, hiszen látszódik, hogy a családpolitikával is lehet eredményeket elérni. Tehát, hogyha ezek az országok is talán jobban koncentrálnának ilyen típusú megoldásokra, és nem ezt a könnyű megoldást választanák, mint amilyen a migráció, akkor én azt gondolom, hogy van remény arra, hogy legalábbis megállítható ez a folyamat. Nyilván látunk nagyon negatív jeleket, csak hogy egy ilyen színesebb példát mondjak, pont most olvastam a mai napon, hogy Berlinben ma már a újszülött kisfiúknak a leggyakrabban a Mohamed nevet adják, ami mindenképpen azt mutatja, hogy hát ott is most már olyan nagy arányú a migráns hátterű családoknak a gyermekvárás, ami messze túlhaladja a német családokét. Tehát látunk ilyen negatív folyamatokat, ehhez képest például Magyarországon a tavalyi évben a leggyakrabban adott fiúnév egyébként egy nagyon is keresztény fiúnév volt, a Dominik, tehát talán még ez is mutatja, hogy milyen különbség van például a németországi és a magyarországi gyermekvállalással kapcsolatos viszonyok. És arra lát esélyt, hogy az unió vezetői, vagy akár világszinten követnék és elismernék a magyar példát, hogy megpróbálnák ők is a gyakorlatba átültetni azokat a lépéseket, vagy egy részét legalábbis, amit a magyar kormány az évek során felépített? Nagyon sokan érdeklődnek a magyar családpolitika iránt, hiszen látják azt, hogy nálunk nőtt legnagyobb mértékben a gyermekvállalási kedvet mutató termékenységi arányszám, és bizony nagyon sokan vannak, akik kíváncsiak arra, hogy ezt milyen eszközökkel értük el. Nyilván nem lettünk elégedettek, hiszen amíg nem érjük el azt a 2-es számot, addig a népesség reprodukciója az nem biztosított, de mégis nagyon sok olyan intézkedést vezetett be a kormányzat, amely ezt a nagy arányú növekedést szolgálta, és nagyon kíváncsiak rá egyébként, főleg Kelet-Közép-Európában, például lengyelekkel nagyon gyakran konzultálunk ilyesmiről, de egyébként most már Nyugat-Európában is felfigyelnek arra, hogy bizony van más út, vannak más módszerek. Igen, csak itt mindig a politikai berendezkedés, a politikai akarat az egyik legfőbb kérdés, hiszen Magyarországon azért 2010 óta ugyanaz a kormány van, tehát innentől fogva egy hosszú távú garanciát lehet erre vállalni. Azért, hogyha megnézzük Németországot, Franciaországot, Olaszországot, nagyon-nagyon hát turbulens a belpolitikai helyzet. Itt nagyon sokkal nehezebb hosszú távra tervezni. Ez nem akadályozza meg a döntéshozókat, az ottani döntéshozókat, hogy egy ilyen hosszú távú 5-10 évre szóló koncepciót vagy stratégiát alkossanak? Igen, ez nagyon érdekes, hogy 2010 előtt például Franciaországban pont az volt a érték az ottani családpolitikának, hogy teljesen mindegy volt, hogy milyen kormány volt éppen hatalmon, ez szent volt és sérthetetlen. Azóta ebben is történtek változások, de azt gondolom, hogy a felelős, hosszú távon gondolkozó vezetőknek be kellene látniuk, hogy bizony a demográfia, népesedési folyamatok pártoktól függetlenül meghatározzák a jövőnket. Igen, és azért ugye ez az egyik legfontosabb, vagy legfőbb társadalmi kérdés, és a párhuzamos társadalma kialakulása, illetve pontosan ez a fajta erőszak, ami nagyon sokszor együtt jár, vagy kíséri a társadalmak, vagy a társadalmi csoportok együttélését, nagyon-nagyon nehéz kivédeni ezeket, és nagyon sokan inkább azt mondják, hogy ott hagyják az országot, hogy elmennek az országból, mert ezt sokáig nem lehet bírni. Ez meddig fenntartható ön szerint? Európában mikor lehet ebből a szempontból béke? Bízunk benne, hogy felismerik majd a döntéshozók ezekben az országokban is, hogy hiába a nagy arányú migráció, átütő eredményeket nem lehet ezzel elérni, sőt, sokkal több problémát szül, mint amennyi előnye van. Egyébként látjuk azt, hogy 3 olyan ország volt Európában, ahol ez a bizonyos termékenységi ráta 2010-ben még elérte a reprodukcióhoz szükséges 2-es szintet. Mindegyikben csökkent azóta ez a szám, hiába, hogy azóta tömegével kerültek oda bevándorlók, Írországban, Svédországban és Franciaországban is csökkenést látunk. Tehát ma már Európában nincs olyan ország, ahol a népesség újra termelődéséhez elegendő gyermek születne. Fűrész Tünde, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.